fizeti még az árát az árulásnak. Kipótolja maradéka eszet a másnak, hanem másnak, árulónak. Úgy lészem még dolga néki, miként Judásnak. Országomból, a hazámból már ki kell menni. Mortságimról, hibáimról megengedjetek ti. Megölellek, megcsókollak, amíg élek, mindig szánlak, kedves Bercsényi. Atyjuk voltam. Közülük sokan az én udvaromban nevelkedtek. Birtokaikat és ősi örökségüket önként elhagyták, csak hogy engem kövessenek. S nekem minden költség, minden viszontszolgálat nélkül kellett őket elbocsájtanom a Magyarországtól oly távol eső partokról. Még csak reményük sem volt, hogy visszatérhetnek, és visszakaphatják elveszett birtokaikat. De előre láttam, hogy a további késlekedés csak kárukkal jár, és az amnesztiát, melyet most még az elején remélhettek, az idők múltával nehezen kaphatják meg. Bármi nyomorúságos sorsra jutottak is Rákóczi fejedelem ügyei, nem kell azt hinni, hogy a Habsburg ház immár nyugodtan uralkodhat Magyarországon, s remélhető, hogy Rákóczi fejedelem okul bal sorsán, s egy szép napon talán újra próbát tesz hazája szabadságának kivívására. Bizonyos, hogy ameddig Rákóczi él, s magyarok vannak a világon, a Habsburg ház csak népes hadsereggel tarthatja féken a Magyar Királyságot, s katonáinak mindig nagy számban ott kell állomásozniok. Ez az egy ok is elég rá, hogy Franciaország ne tévessze szem elől Rákóczi fejedelem érdekeit. A mesterek hiányoztak, nem a tanítványok, akik közé magamat is számítanom kell. Én akkor 26 éves voltam, minden katonai tapasztalat nélkül, s a politikát és történelemet is csak elég felületesen ismertem. A hiányokat és a hibákat észre tudtam venni, de talán nem tudtam helyesbíteni. Bevallom tehát, hogy vak voltam, és világtalanokat vezettem. Deszaszír Rákóczi rodostói titkárának leveléből. Elmondhatjuk, hogy Rákóczi minden tekintetben nagy fejedelem volt. Nagy volt szerencséjében, amikor pályája legmagasabb pontján, mint két virágzó állam feje, jóságos, nyájas, jótevő volt, és igazán méltó az uralkodásra. Nagy volt balsorsában is, mert ennek legkeményebb csapásait is hősi lélekkel tűrte, és soha nem mutatta, mi mélyen sújtják. Fejedelmi rangját mindig méltósággal viselte, nem engedte, hogy a bajok leteperjék, sőt, nagy lelki szilárdsággal rejtette el a legfájóbb gondokat azok elől, akik abban a szerencsében részesültek, hogy közel kerültek személyéhez. Utolsó emlékirat a francia udvarhoz. Rodostó, 1735. február. Talán senki sem fogja vitatni, hogy valamennyi szövetkezett hatalmasság javára válna, ha a császárt oldalba lehetne támadni Magyarországon. Mert ez a diverzió már a múlt háborúban is igen hasznosnak és olcsónak mutatkozott, bár éppen olcsósága miatt járt olyan gyászos következményekkel, nemzetemre is, magamra is. Nem kétséges, hogy a nemzet hajlandósága ma is ugyanolyan, mint volt akkoriban. Én ma is lelkes fia vagyok hazámnak, és ma is állom esküvésemet, hogy fejedelemségem szabadságát és törvényeit meg fogom védeni. Mikes Kelemen törökországi leveleiből. Rodostó, 1735. március 25-én. 6 órakor, mikor felszokott öltözni, a házába megyek, de micsoda ijegységbe nem esém, mihent megláttam az ábrázatját. Aki is természete szerint mindenkor piros lévén úgy elsárgult, valamintha sáfránnyal megkenték volna. Édes néném, kérjük az Istent, hogy tartsa meg ezt a nagy embert, akit ellenségei is nagynak tartanak. Április 8-án. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk az mi édes urunkot és atyánkot, 3 óra után reggel. Hullassuk bővséggel könnyeinket, mert nagy árvaságra jutottunk. Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem a bosszúvágy indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem. Kizárólag az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek kötelességemnek hazám iránt.